A doktorra lehet számítani. Házi orvosáról beszél ez a györei nő, miközben a doktora őt vizsgálja. Csullag Zsolthoz a 670 fős falu 500 lakója tartozik, de rajtuk kívül még ugyanennyien járnak át Györére Csullag doktorhoz. Csullag Zsolt 30 éve dolgozik orvosként. Azt mondja, soha nem gondolkodott el rajta, hogy mi hajtja. Egyszerűen belülről jön, hogy megy és másokon segít. Mintegy 10 000-en szavaztak rá. Óriási érzés egy 670 fős falut képviselni a budapesti Vigadóban. Ki is kiáltottam nekik, hogy hajrá Györe. Nem volt benne ez természetesen a forgatókönyvben. Számomra az egész egy mese, utólag is, még most is annak érzem. Az EMMI által meghirdetett pályázat keretében a betegek egy rövid történet ismertetésével ajánlhatták háziorvosukat. Az írások alapján a zsűri választotta ki azokat a háziorvosokat, akikre szavazni lehetett. Györén a település lakói összefogtak, hogy elindítsák a versenyen Csullag doktort. Azt látjuk, hogy a doktor úr is mindent megtesz a betegeiért, szakmaiak is kiválónak tartjuk, és látjuk, hiszen itt volt most bizonyított ez a szavazás, hogy mennyire szeretik a betegei. Tehát ha ennyire ragaszkodnak, szeretik a betegei, akkor nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a doktor úr itt jól érezze magát és szívesen dolgozzon. Az év praxisa a Kárpát-medencében díjat 8 éve azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a kiválóan teljesítő orvosokra, ápolókra, valamint asszisztensekre.